A nők elleni erőszak nem egyezmények kérdése, erre a területre nem kell a gender szemlélettel átítatott isztambuli egyezmény. Nagyjából így foglalható össze az, amiről szavazott tegnap a parlament. A szavazás alatt több ellenzéki képviselő is botrányt okozott a parlamentben. Olyan idézeteket mutattak fel az ülésteremben, amelyeken szerintük a kormánypárti képviselők sértegették a nőket. Nekünk kötelességünk az, hogy elutasítsunk, elutasítsuk az erőszaknak minden olyan formáját, amit sajnos. Orbán Viktor, Kövér László és minden kormánypárti képvisel. Szabó Tíme a kormánypárti szavazókat kezdte kritizálni azt követően, hogy az országgyűlés úgy döntött, Magyarország nem csatlakozik az egyezményhez. A párbeszédes politikus szerint minden Fidesz szavazó a családon belüli erőszakot képviseli. A nők elleni erőszak minden formáját meg kell büntetni, ehhez viszont nem kell a genderszemlélettel átitatott isztambuli egyezmény, reagált az ellenzéki kritikákra a Fidesz kommunikációs igazgatója. A nagyobbik kormánypárt felszólította az ellenzéki politikusokat, hogy hagyják abba a hergelést, mert annak idején nem szavazták meg a nők és gyermekek bántalmazását súlyosabban büntető BTK-módosítást el akarták tusolni a gotárféle színházi szexuális zaklatást, és csak nevettek Burány Sándor cinikus megjegyzésén, amiben együttműködési kényszerként állította be a szexuális zaklatást. Hajnak, a KDNP-s képviselőt üdvözlöm, köszönöm, a eljött. Jó estét kívánok! Láthattuk itt az ellenzéki, baloldali ellenzéki képviselőasszonyokat. Ön nőként mit gondol erről az isztambuli egyezményről? Én azt gondolom, hogy nem az isztambuli egyezmény a csodafegyver, hanem a megelőzés és a hatékony jogszabályi rendszer a nők elleni előszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. És én azt, hagy mondjam már, hogy a hétfői napon, amikor zajlott a vita a politikai nyilatkozattal kapcsolatban, akkor én azt értem, éltem meg olyan nagyon negatívan, hogy a szakmai vita helyett személyeskedés zajlott. Tehát én beidéztem ugye azokat a cikkelyeket az isztambuli egyezményből, amelyek kapcsolatban a magyar kormánynak és nekünk is jogi aggájaink vannak. Ez a hármas, a hatos, a hatvanan és a hatvanegyedik cikke. És olyan érzésem volt, amikor felolvastam, hogy mit mond az isztambuli egyezmény az úgynevezett nem biológiai, hanem társadalmi S. nemmel, amely viselkedési forma, szerep vagy jellegzetes tulajdonságként határozza meg az úgynevezett társadalmi nemet, amely. A társadalom elfogadottnak tart a nők és férfiak vonatkozásában, egyrészt, mint hogyha újdonság erejével hatott volna, és azt is éreztem, hogy nem olvasták el az egyezményt. Felmerült benne a gyanú, hogy Felmerült a gyanú, és, és ugye itt nem csak ez a két cikkely, hanem a 61. cikkely is, ami a menekültügyi eljárás során ezt a nemi, nemi identitás dimenziót be kell, hogy építsük a belső jogrendszerünkbe abban az esetben, ha ratifikáljuk az egyezményt. A másik dolog, ami meg meglepett, hogy akkor számukra ez a definíció elfogadható. Tehát az ő értékrendjükbe az isztambuli egyezménynek ez a fajta társadalmi nemi definíciója az elfogadható, és amit még megtapasztaltam, az, az a szakmaiatlan tehát több olyan felvetésük volt, ami azt jelenti, hogy nem olvasták el, vagy nem értelmezik helyesen. Az egyik ilyen dolog volt, hogy miért nem oldjuk meg fenntartásokkal és ratifikáljuk. Azért, mert hat esetben lehet fenntartást tenni az isztambuli egyezményhez, de ezzel nem tudjuk megoldani az úgynevezett társadalmi nemnek a, a jogi aggáját. Hát az pont kívül esik ezen a körön? Abszolút. A másik dolog pedig, hogy az Európai Unió az aláírta az isztambuli egyezményt, de nem csatlakozott. Tehát én azért nagyon sajnálom ezt az egész vitát, mert ezt lehetett volna szakmai vita irányába tenni, nekünk nyilván a politikai és szakmai és jogi érveink megvannak erre vonatkozóan, és egyébként hogy mondjam el azt, hogy abból is látszik, hogy, ha már a megelőzés fontosságát hangsúlyozták, akkor maga az isztambuli egyezmény ötödik fejezete, az például a mediációt, ami az egyik legfontosabb alternatív vitarendezési eljárás a megelőzésben a kapcsolati erőszak vonatkozásában, az például kizárja. Tehát végig kell olvasni az egyezményt, nem csak csak a címét kell elolvasni, hogy mit tartalmaz, és mi azt is hangsúlyoztuk a politikai nyilatkozatban, hogy vannak olyan részei, amit mi is értékesnek tartunk, de az már, az már része a magyar jogrendszernek, és azért hiteltelen volt ez az egész vitatkozás, mert az új büntető törvénykönyv, ami ugye a fidesz KDMP idején került be önálló büntetőjogi tényállással kapcsolati erőszak arra, Például azok az ellenzéki hölgytársak, akik az isztambuli egyezmény érdekében kardoskodtak, nem szavazták meg. Tehát azért azt gondolom, hogy, hogy, fontos a tisztánlátás és, és, a szakmaiságnak a kérdésköre, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar kormány áldozatsegítő központokat hozott létre három helyen. Áldozatsegítő vonal működik, amely ingyenesen hívható 0680 225 225 ös számon. Tehát nagyon fontos számunkra a megerőzés. És az isztambuli egyezmény, mint számos nemzetközi egyezmény, szolgálhatott volna olyan célokat, hogyha ezt nem egy gender ideológia beépítés. Nőként ön azt mondja, hogy egy nő nem lesz nagyobb biztonságban ma Magyarországon attól, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálva van-e vagy nem. Akkor ezek nem, szerint hát, teljesen más rossz Sőt, sőt azt látjuk, hogy nincs nagy különbség az isztambuli egyezményt ratifikált országok esetében a kapcsolati erőszaknak a a számszerűsége és azon országok esetében, amelyek még nem ratifikálták az isztambuli egyezményt, nem beszélve arról, hogy a gender ideológiai miatt gyakorlatilag nem számunkra az alaptörvényel ellenes. Jelenleg az isztambuli egyezmény, és én azt gondolom, hogy mi arra kaptunk felhatalmazást, kétharmados felhatalmazást, hogy ezt a értékrendet, amelyet a magyar emberek ezzel a kétharmaddal képviselnek, ezt mi ezeken a nemzetközi próbálkozásokon ki tudjuk szűrni, és valóban végig kell az egyezményt, ezek a cikkelyek, ezek nem illenek össze az eredeti céllal. Én azért sajnálom, mert a cél szép lett volna, de amikor az ember egy nemzetközi egyezményt tanulmányoz, akkor ennek a buktatóit is meg kell nézni, és ebben valóban vannak olyan buktatók, és egyébként Szlovákia minket megelőzött, mert február 25-én rendkívüli ülésben szintén elutasította a ratifikációt, Lettország, Litvánia, több ország gondolkodik ebben az irányban. Jó, Hajnalka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.